Tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlési képviselő urak, tisztelt elnök urak, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, tisztelt jelenlévők! Tisztelettel köszöntöm Önöket a 300 éve Karcagon született Fabrici Kovács Mihály huszár ezredes emlékére szervezett megemlékezésünkön. A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz. És ezek a szálak nem szakadhatnak el soha, írja Fekete István egyik művében. Karcagnak, a nagykunság központjának története a 13. századig nyúlik vissza. A kunok az ázsiai törökség Kipcsak ágából származnak. Őseink magyarországi letelepedésük után keresztény hitre tértek, beilleszkedtek a rendi társadalomba. Magyarrá váltak, de kiváltságos népként fegyverrel szolgálták a királyukat. Küzdöttek, hogy megőrizhessük magyarságunkat, megőrizhessük szabadságunkat, mert tudták, hogy a függetlenségünknek nem lehet ára, annak értéke van. A szabadságunkért vívták csatáikat a harcmezőkön, és vívták harcaikat, ha kellett, tárgyalóasztal mellett, például a redemció idején. Az e földön élő emberek, mi a kunok leszármazottjai, évszázadok óta őrizzük szokásainkat, büszkék vagyunk múltunkra, hagyományainkra, hiszen ősi nyelvünk, kultúránk néhány eleme napjainkig tovább él, földrajzi nevekben, szavakban, szólásokban. Így őrizzük azoknak a személyeknek a nevét, emlékét, akiknek sokat köszönhetünk, akik példamutatásukkal, elhivatottságukkal, tetteikkel segítették közösségünket, hazánkat. Fabrici Kovács Mihály Karcag szülötte, aki a hazaszeretetet, a szülőföld tiszteletét, a szabadság utáni érzést és vágyat, az azért való küzdést, küzdeni akarást már gyermekkorától megtapasztalta. A közhuszárból Európa haderőiben főtrázsamesteri rangig jutó, később ezredes parancsnokká előlépő katona élete során minden szolgálata közben hű maradt magyarságához, a szülőföld szabadságának szeretetéhez. Személye az önmegvalósítás, az önerejéből felfele évelő életpálya mintája, mintapéldája. A 300 éve született Kovács Mihály a feljegyzések szerint tehetséges, kiemelkedően művelt, de kalandvágyó katona volt. Élete során kisebb megszakításokkal közel 40 évet szolgált huszárként, ebből 30 évet töltött idegen katonai szolgálatban. Neve egybefort az Egyesült Államok függetlenségi harcaival, de ahogyan egyik levelében írta, mindig megmaradt szabad embernek és magyarnak, aki a számára legkedvesebb vidéket a legjobb képességével védte egész élete során. Tisztelt megemlékezők! Karcagváros önkormányzata, a képviselőtestület tagjai, a város oktatási intézményei, közülük is kiemelkedően a Kovács Mihály Általános Iskola tantestülete, diákjai, a helyi civil szervezetek, így a Kovács Mihály Huszárbandérium, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület méltón őrzi, ápolja, élteti Fabrici Kovács Mihály emlékét, melyért ezúton is köszönetemet fejezem ki. Hiszen városunk szülötte maradandót alkotott, amely ránk, az itt jelenlévők számára nem csak a megemlékezés kötelességét rója, hanem azt is, hogy tovább őrizve, ápolva emlékét, örökítsük át a jelen nemzedékének, hogy ismerjék meg Fabrici Kovács Mihály életpályáján keresztül is szülőföldünk és hazánk történelmét, hiszen ma legalább akkora jelentősége van, hogy mit jelent a szabadságunkért, őseinktől örökölt hitünkért, a függetlenségünkért, hazánkért küzdeni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, polgármester úr, hölgy, asszony, elnök urak, kedves bajtársaim, fiatalok,
Karcag népe, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és meghívtak magukhoz. Úgy látom, híre ment az országba, hogy nem lehet nélkülem Huszár emlékművet avatni, Huszár hősi alatt előtt tisztelegni, vagy Huszár emléket őrizni, úgy, hogy én nem vagyok ott, ami nem véletlen, mert részben kétoldali Huszár unokaként, részben pedig a Magyar Honvédség és a Magyar Katonai Erők fejlesztésével megbízott polgári vezetőként meggyőződésem, hogy a Huszár lelke ma is él, az mi vagyunk, itt él bennünk, csak a technika változott, a környezet változott körülöttünk, de ugyanaz a lélek kell, hogy munkálkodjon bennünk, mint amilyen munkálkodott bennük és a kunősökbe, amikről beszéltünk, ez egy vonal. Non alius regit, nem más kormányoz, volt ez fölírva annak a zászlónak az egyik oldalára, amely alatt Fabrici Kovács Mihály harcolt, ennek a városnak a szülöttje, és milyen aktuális is ez a mondat, még ha egy másik történelmi korban, egy másik országban is, és egy másik viszonyok között született, de most, amikor itt állunk egy önkormányzati és főleg e tekintetben Európai Uniós választások előtt, ne más kormányozzon, én így fordítom magamnak ezt, ennek az aktualitását nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Hallottuk röviden a Kun Jász nép történelmének összefoglalóját. Én szeretem a magyar népet is katona népnek nevezni, de ha valamelyik népünk vagy összetevőnk igazán katona nép, az a Kun nép az. Negyedik Béla telepítette őket ide, és a redemció is megmutatta a függetlenség iránti vágyukat, a mindenkori szabadság iránti elkötelezettségüket. Ennek a kornak és ennek a közösségnek a gyermeke Fabrici Kovács Mihály, aki 16 esztendősen huszárnak állt, több nemzet haderejében szolgált, és az adatott meg neki, hogy abban a korban tehette saját maga mellett nemzetünket és fegyvernemünket is világhíressé, amikor az egyik legfénykorát élte. Ez a harcmodor és Európa legkülönbözőbb, és aztán láttuk, hogy Amerika harctereire tudta elvinni a magyarság hírét. Hiszen a huszár, és azt merem állítani, hogy a magyar egy nagyszerűen rögtönző, szélvész, gyorsan lovagoló, de főleg ugyanilyen gyorsan gondolkodó, minden helyzetből önmagát kivágni képes katona. Én azt gondolom, hogy ilyenek vagyunk mi, Kun magyarok, magyar kunok, és nem is véletlen egyébként, hogy ebben a korban nemzetközi megegyezések születtek a tárgyban, hogy ki toborozhat magyar kun, magyar huszárt Magyarországra. A franciák emigránsokból szerveztek maguknak, az oroszok egyezményben kaptak erre lehetőséget, és a porosz király pedig a békeszerződés egyik feltételeként szabta, hogy magyar katonákat toborozhasson a haderejében. Fabrici Kovács Mihály szolgált a francia hadseregben, aztán legnagyobb ellenfelénél, Nagy Frigyesnél, de mindig magyar ruhában és magyar huszárok között töltötte ezt az időt. Elment Amerikába a szabadságért harcolni, nem bírta a három sas körme közötti időt, a porosz, az orosz, az osztrák sas karmai között, és lengyel barátjával, Pulaski gróffal az amerikai függetlenség érdekében használta csodálatos tudását. Az általuk kiképzett légió lovassága az amerikai hadsereg első reguláris lovas alakulata volt. És a világot megtanította arra, hogy mi az a huszár bravúr. Ide idézem egyik kiváló kollégám, kormányban is társam, és egyben barátom, Orbán Barázs könyvét, a Huszárvágást, mindenkinek ajánlom, ami nem véletlenül kölcsönzi ezt a képet, a magyar nemzetre, miránk oly igen jellemző különlegességet, amire utaltam korábban, hogy nagy nemzetközi kataklizmák, globális világhatalmi erők egymással való versenyének földgyorsulásakor sajátos módon vágjuk ki magunkat a csávából, egy huszárvágást alkalmazunk, hiszen talán soha nem volt ilyen aktuális, hogy ez a bizonyos világméretű versengés újraindul,
blokkok jönnek létre a világban. Mi emlékszünk jó páran azokra az időkre, amikor valamely blokknak mi éppen akkor a nyugati szárnyán voltunk, most pedig könnyen lehet, hogy egy másik blokknak a keleti végén leszünk, ezt el kellene minden erővel kerülni, erről is szól az európai választás. Egy ilyen ugyan létszámában kicsi, de tehetségében, történelmében, hagyományaiban nagy nemzet, az akkor tud a legjobban szárnyalni, hogyha nincsen bezárva valaminek a szélére, hanem az úton, az országúton, vagy a hidon, vagy bármilyen képet használhatunk, de az összekötetések középpontjában áll. Erre kell törekednünk, ehhez segít nekünk egy huszárvágás is, olyan huszárvágás, amelyre a világot Fabici Kovács tanította. Magyar huszár ma is él, ez meggyőződésem. Itt él ezekben a magyar fiatalokban, akik a katonai pályát választják, reméljük minél nagyobb arányban a jelenlévők között is. Itt él minden hivatásos és tartalékos katonánkban. Technikai körülmények megváltoztak körülötte, de nem hagyhatjuk azt, és hál' Istennek most már nem is hagyjuk, hogy más nemzetek, akik a 18. században fölismerték ezt, megalapították a saját országaikban a huszárságot, és mikor a technika leszállította őket alulról, ejtőernyős, meg harckocsizó, meg minden egyéb formában folytatta a huszár hagyományokat, rájuk bízni ezt a tradíciót. Ezt nem hagyhatjuk, hála Istennek már évek óta, és az én vezetésem alatt egyre nagyobb erőkkel működik az immáron Nádorzsi nevét fölvett huszár osztály, és mondhatjuk azt büszkén, hogy van magyar lovas alakulat, huszár alakulat újra a magyar hivatásos haderőben, és ezt a szellemet nem pusztán a legendákban és a hagyományok között, de a haderő hivatalos szervezetében is fenn fogjuk tartani. Szükségünk is van erre. Én tehát még egyszer köszönve, hogy itt lehetek, és ezeket a gondolatokat megoszthatom önökkel, szeretném fejemet meghajtani Fabici Kovács Mihály emléke, valamint az őt a világhódító útjára küldő karcag és a kun jász nép nagysága előtt. Emlékeztetve magunkat június 9-e jelentőségére, amely összefügg ezzel a hagyománnyal, és kérve Isten áldását az itt élőkre, és Magyarország felemelkedésére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.